videóra most is fölveszem. Teljesen meg van csinálva akkor az egész. Ha ott látszik, nézd, ott még be kell izéni, fotózni, mert... Aha, itt repett el, mi? Itt repett el az egész bódi. Az igen. Ja. Azért van ebben hely bőven. Jó. Válik el. Doboz is rajta van. Ezt is vissza tudtam rakni. Aha. Igaz, itt mondjuk foltoznom kellett ilyen alumínium darabbal, mert le volt az egész törve, itt is ki van szakadva. Szóval eljárt. Mi volt rajta mit csinálni? Ó, ezt azért kihagytam volna ezt a részét, de ha neked így tetszik, akkor jó, persze. Ez tipikus ilyen, tudod milyen autó? Ilyen sivatagi, ilyen, nem is tudom, ilyen katonai, militari. Nagy sejkeknek van ilyen. Ja. Hát ez itt, beraktam a csőt. Egy ahhoz képest, amilyen volt, nem hittem, hogy autó lesz belőle. Ja, ki kéne írni. Nem? Nézd, doboz is rajta van minden. Látod? Már jó, retkes is. Ha meghajtott az Ádikám. Ilyen részen nem szép mondjuk itt a... Ilyen részen. Hát jó van, ezen lehetne itt, ha akarna valaki még itt köcsölni, de nekem már semmi kedvem. Ez a gitter is miért van? Aha, meg ide rákerül ez az egy gumi, ide is. Uh-huh. Annyira nem érdekel. Jaj. Érted? Hú, ezekkel mennyit szórakoztam, ezekkel, hogy melyik jön, melyik után, mert a biztonsági övet rakod be, akkor attól nem férsz oda, ha úgy rakod be, akkor attól nem férsz oda. Ez jó játék. Mi van? Az a sérülésmentes? Ez a sérülésmentes, ja. Igen, ez faszán legyen. Ez meg amit úgy kellett szegelni. Ez egy nehezebb, de működik. Ezt úgy kellett kizélni, mondom. Hát ott látszik a nyoma, ahogy vehettem a izéhoz, hogy jöjjön lefele. Meg vissza. Ja, gumit el kéne rakni. Várjál, csak a cigünkbe rakott. És ennyi. És nem kell vagy lefixálni ide? Az nem tudom. Az nem. Csak lifeg. Az ilyen spanifer szerűen működik ez a...